Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, az Innovációs Szövetség 2012 évi közgyűlését megnyitom. Szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy mindjárt nevében külön tisztelettel köszöntsem Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes urat, aki elfogadta a meghívásunkat abban a minőségében, hogy ő a Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai Tanács elnöke, amely tanács a kormány számára koordinálja a kutatásfejlesztés innováció ügyeit. Szokás szerint a adminisztrációval kezdjük a közgyűlésünket. Megkérdezem azt, hogy van-e valakinek észrevétele az írásban kiküldött napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, ki az, aki elfogadja a napirendet. Köszönöm szépen. Ellenpróba, tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a közgyűlés az előre kiküldött napirendet egyhangú szavazással elfogadta. Következő kellemes kötelességünk, a Innovációs Szövetség évente oda szokta ítélni a média díjat. Nagy örömünkre szolgál, hogy miniszter úr jelenlétében adhatjuk át a média díjat. Az idei díjazottunk Sályi András. Igen, Sályi András. Akinek nem kívánom hosszasan ecsetelni a tevékenységét, ő elektronikus sajtó képviselőjeként, hát mondjuk azt, hogy amióta az eszemet tudom, de legalábbis az utóbbi 10 évben biztosan nagyon intenzíven foglalkozott az innováció ügyeivel, számos interjút, más sajtómunkát végzett, és mindig próbálta nívósan, intelligensen közvetíteni azokat a kérdéseket, amelyek az innováció számára kiemelten fontosak voltak, hogy engedjék meg, hogy az átadás során mindjárt nevében melegen gratuláljak Sályi Andrásnak, és kérjem arra, hogy a továbbiakban is hasonló lelkesedéssel vigye tovább az innováció zászlaját. Az elfogadott napirendi ponthoz képest csak időrendi cserét szeretnék javasolni, miután miniszter úrnak 15 perccel előbb el kell mennie, ezért úgy azt javaslom, hogy az általános elnök helyettes szóbeli kiegészítését a miniszter úr előadása utánra halasszuk, tehát azonnal kezdjük meg az előadást, hogy miniszter urat nem csak meghallgatni tudjuk, hanem legyen idő esetleg néhány kérdés feltételére is, úgyhogy nagy tisztelettel felkérem miniszter urat, hogy tartsa meg előadását. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim! Ami az innovációt illeti, azt mondhatjuk, hogy jelszavakban már jók vagyunk. Politika, a magyar politika általában elmondhatja magáról, hogy békében él saját jelszavaival, és különösképpen elmondhatjuk ezt az innovációval kapcsolatban, hiszen az elmúlt 10-15 évből nem tudok mondani olyan kormányt, nem tudok mondani olyan politikai pártot, nem tudok mondani olyan jelentősebb politikusi megszólalást, amely ne arra helyezte volna a hangsúlyt, hogy márpedig innovációra szükség van, és attól függően, hogy az adott párt éppen kormányzati pozícióban van, vagy pedig ellenzéki pozícióban, amennyiben ellenzéki pozícióban van, akkor azt mondja, hogy amennyiben mi kormányra kerülünk, akkor az innovációt helyezzük a középpontba, amennyiben pedig kormányon van, akkor azt mondja, hogy márpedig a közeljövő egyik feladata lesz az innováció középpontba helyezése. Ehhez képest mégis azt látjuk, hogy a konkrét kormányzati lépések területén noha történtek jelentős döntések az elmúlt 15-20 évben, mind a mai napig a magyar innováció, az innovációval foglalkozók kormányzati támogatása, és általában az innováció politika, a tudománypolitika, a kutatáspolitika, mintha a magyar politikai döntéshozatal és magyar kormányzati politika hátsó udvarában lenne. És adódna persze az, hogy
magyar politikai elit alulműveltségéről beszéljünk, a feltalálók, az újítók meg nem értettségéről beszéljünk, és egyfajta önsajnálatban meneküljünk, de ha megengedik, akkor én a mostani rendelkezésemre álló időben inkább azokat a pontokat keresném, amely magyarázatként szolgálhat feltalálók és politikusok számára együttesen, hogy a tényleges cselekvésben miért nem találtuk meg eddig a közös pontot. Mert szépíthetjük a dolgot, mondhatjuk persze, hogy rengeteg közös érdekünk van, mondhatjuk, hogy nagyon jó konzultációkat folytatunk, az is, hogy közösek a céljaink, de ha őszinték akarunk egymáshoz lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy mind a mai napig a párbeszéd valójában arról folyik, hogy hol is vannak a mi közös pontjaink, hol tudunk mi úgy együttműködni, amely a politikusok részéről olyan hozzájárulást jelent, ami az innováció jelenlegi helyzetéhez is hasznos, illetve a feltalálók, újítók, felfedezők részéről pedig olyan lépések, amely a magyar politika számára is hasznos. Én úgy gondolom, hogy amikor ezeket a tényezőket próbáljuk számba venni, akkor mindenképpen azzal a megkerülhetetlen fogalommal kell kezdenünk, hogy mi az innováció a politika számára. Hiszen önök számára talán kézenfekvő, hogy hogyan definiálják az innovációt. Talán nem. Az én tapasztalatom enkit elnökként az, hogy nem is annyira kézenfekvő. Hiszen a legtöbb probléma éppen egy kormányzati politikai döntéshozó számára abban áll, hogy mit tekintünk innovációnak, és mi az, ami nem innováció. Mégpedig részben fogalmi elhatárolás tekintetében adódnak a nehézségek, azaz mi az, ami valóban újdonságot hoz, nem csak egy-egy szakma számára, nem csak egy-egy mesterfogás tekintetében, nem csak egyszerűsít, hanem az egész nemzetgazdaság számára olyan mérhető újítást jelent, amelyre egy kormányzati politikának fel kell figyelni, és a kormányzati politikának oda kell állnia mögé, sőt, ösztönöznie is kell, hanem a hétköznapi élet cselekvésében is. Azóta, hogy a kormányzati politika eszköztárának részévé vált az innováció, például adókedvezményekkel történő segítése, azóta állandó a vita, hogy mely tevékenység az, amely valós innovációnak minősül, és mely tevékenység az, miközben itt a mikrofonok és hangrögzítők közepette egyre kisebb területre szorulok vissza a pulpitusnál, és mely tevékenységek azok, amelyek esetleg gazdasági előny kiaknázását célozzák csak. Mely az, amely valóban a magyar nemzetgazdaság számára jelent újdonságot, illetve melyek azok, amelyeket nekünk úgy adnak el, mint Magyarországon történő innováció, valójában pedig a fű alatt valahol más országban, más telephelyen végzik el. Nem egyszerű dolog ez. Lehet, hogy önöknek biztos információik vannak ezekről a dolgokról, a politikai döntéshozóknak nem mindig. Éppen ezért, amikor az innovációs szféra és a politikai döntéshozatal közötti harmonikus kapcsolatrendszer első problémájáról kell beszélni, akkor pontosan erről az információs vonalról, illetve ennek az információs vonalnak a lerövidítéséről van szó. Hiszen ezer felé futnak szét a szálak. Magyarország, szeretjük magunkat számon tartani, mint az egyik leginnovatívabb nemzet. Ebből adódóan Magyarország számtalan olyan innovációval és számtalan olyan szakemberrel büszkélkedhet, akik valóban az innováció területén a feltalálások, a találmányok, a felújítás, az újítások, a szabadalmak, a szabványok területén, szabványok megújítása területén újat alkottak, és sok esetben ezek a találmányok éppen a szétaprózódottságból adódóan el is vesznek. Vagy éppenséggel a meg nem értettség, a rossz eljárási szabályok, a nehézkes ügyintézés miatt, vagy az alacsony díjazás miatt külföldön hasznosulnak. Ugyanakkor ez a szétaprózottság, ez a fragmentáció nem csak ezen a területen, nem csak itt jelentkezik, de a kormányzati döntéshozatalban is nagyon sokáig jelentkezett. Hiszen az innováció számtalan szakpolitikai területen megjelenhet, számtalan ágazati politikában megjelenhet, éppen ezért korántsem volt magától értetődő, hol kell azt a fókuszpontot megteremteni, ahol összefutnak az információk, összefutnak a döntéshozatali anyagok, és amely testület vagy amely fókuszpont akár döntés előkészítő testületként, akár pedig bizonyos esetekben döntéshozó testületként lehetővé teszi azt, hogy találkozó helye legyen a politikai döntéshozatallal foglalkozóknak és a tudományos élet, a tudománypolitika, illetve az innováció képviselőinek.
Éppen ezért döntöttünk úgy 2010-ben, 2010 végén, fél évvel a kormányalakítás után, hogy létrehozzuk a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsot, amelynek kiemelt feladata az, az előző kormány, gyakorlatilag azt is mondhatom, hogy halva született kezdeményezését életre lehelve lehetőséget ad arra, hogy a minisztériumok képviselői, azon minisztériumok képviselői, amelyek elsődlegesen érdekeltek az innovációban, illetve az innováció támogatásában, illetve a civil szféra, vagy a tudományterületek, tudománypolitika képviselői találkozzanak, és kormányzati döntéshozatali anyagokat vitassanak meg, mint egy orientációt adva ezzel a kormányzati döntéshozatalnak, magának a kormánynak a, döntés, a döntések tekintetében, részben pedig lehetővé téve, hogy a kormányzati döntéshozatalon kívülről érkező észrevételek is beépüljenek a döntéshozatali folyamatba. Az ENKIT, ahogyan mi nevezzük rövidítve ezt a testületet, az elmúlt egy év folyamán, bő egy év folyamán azt mondhatom, hogy sikerrel oldotta meg ezeket a feladatokat. Sok esetben nem kis bosszúságára a tárcáknak, hiszen az ott jelenlévő szakmából érkező képviselők kíméletlen kritikát gyakorolnak időnként a kormányzati előterjesztésekkel kapcsolatban. Sok esetben nem is a kormányzati előterjesztések tartalmával kapcsolatban, hanem a nehézkes megszületésével kapcsolatban. A fogalmazunk úgy, hogy nem annyira innováció központú megközelítéssel kapcsolatban, és kétségtelen, hogy az elmúlt bő egy év folyamán azzal a hatásköri vitával kapcsolatban is, amely sok esetben a tárcák között éppen az innovációs terület holléte tekintetében folytak. Én magam úgy gondolom, hogy egyrészt a kormány részéről a megkülönböztetett figyelem egyik jele, hogy az elnökét miniszterelnök helyettesi rangban én tölthetem be az elnöki pozíciót, másrészt pedig társelnöki pozícióként Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vesz részt szintén az ENKIT ülésein. Ugyanakkor ez a fórum alkalmas arra és jó fórum arra, hogy a magyar politika innováció iránti érzékenységét növelje, illetve a kormányzati döntéshozatal innováció iránti érzékenységét növelje. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez nem gesztus a kormányzati politika részéről, hanem egy olyan részben a kényszerek hatására, részben pedig a lehetőségek csábítása által adatott cselekvési lehetőség és lépés, amely kényszerítő erőként hat ránk, hogyha Európában lépést akarunk tartani más Európai Uniós tagállamok fejlődésével, a világgazdaságban pedig meg akarjuk állni a helyünket. Hiszen nem lehet nem észrevenni, hogyha az Európai Unió új tagállamait nézzük, akkor is innovációs ráfordítások, GDP-hez viszonyított innovációs ráfordítások tekintetében Csehország, Észtország és Szlovénia is megelőz minket. Észtországot és Szlovéniát különösen kiemelném ebből a szempontból, hiszen olyan tanulságot jelenthet számunkra, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk akkor, hogyha a jövő Magyarországát tervezzük meg. Észtország és Szlovénia két olyan méretre talán kicsinek tűnő ország, amely gyakorlatilag ezidáig legalábbis zavarmentesen illeszkedett be, nem csak az Európai Unióba, nem csak az egységes belső piacba, de most már az eurozónába is. Azt mondhatjuk, hogyha különösen Észtország Európai Uniós tapasztalatait összegezzük, és ezt meg akarjuk rajzolni, akkor egy emelkedő pályájú függvénnyel találkozunk, amely Észtország folyamatosan javuló teljesítményét mutatja a függetlenné válása óta. És ez nem kismértékben annak köszönhető, hogy az észt kormányzati politika legkiemeltebb szempontjai közé tartozik az innováció, az európai élvonallal, sőt a világ élvonallal való nem csak lépéstartás, de az annak való diktálás szándéka is. Éppen ezért, amikor mi Magyarországon az innováció szerepéről gondolkodunk, akkor nem pusztán arról van szó, hogy a kormányzati politika egyik dimenzióját, egyik becsatolandó szemléletét kell alaposabban feltérképeznünk, hanem arról is szó van, hogy tágabb értelemben
Magyarország jövője, Magyarország stratégiájának egyik alapvető pilléréről van szó. És megint csak időkímélés céljából elhagynám azokat a fordulatokat, amelyek a magyar nemzet tehetséges voltára utalnak, és amely mint egy önigazolásként, hasonlóan ahhoz, hogy mennyire vendégszeretők vagyunk, időnként el szoktuk magunkról mondani, akár igaz, akár nem. Ugyanis valójában senkit nem érdekel, hogy a magyarok úgy általában mennyire innovatívak és mennyire tehetségesek. Mindenkit az érdekel Európában is, és a világban is, hogy a magyar nemzetgazdaság tudja-e hasznosítani ezeket a felfedezéseket, találmányokat, újításokat, szabadalmakat, vagy pedig nem. Meg tudjuk-e azt oldani, hogy ezek a nemzetgazdaság hajtóerejévé váljanak, vagy pedig tehetetlenül és ernyetten elengedjük ezeket a tehetségeket, elengedjük ezeket a találmányokat, és valahol majd hasznosulnak, hiszen a tehetségnek az egyik kritériuma az is, hogyha ellenállásba ütközik, akkor valahova máshova megy, ahol aztán végül meg tud nyilvánulni. Tehát attól nem kell félnünk, hogy magyar feltalálók mindig lesznek a világban. Attól kell félnünk, hogy az általuk hozott találmányok, az általuk hozott újítások nem a magyar nemzetgazdaságot fogják gyarapítani. És ebből a szempontból nagyon fontos a ráfordítás, nagyon fontos a pályázati rendszer, nagyon fontos a kormányzati döntéshozatali mechanizmus. Mert miközben persze igaz, hogy pénz nélkül nincsen innováció, kormányzati támogatás nélkül nincsen innováció, azzal is tisztában kell lennünk, hogy önmagában nem csak a pénzbeli támogatás az, amely innovációra serkenthet, vagy a nemzetgazdaságot érzékenyebbé teheti az innovációkra. De pénz kell, hogy legyen hozzá. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél év most már egy lezárandó korszakot hozott magával. Mégpedig le kell zárnunk azt az időszakot, amely szükséges, talán a szükségesnél hosszabb, de szükséges vitákat hozott az innováció értelmét és az innováció helyét illetően. Szükséges vitákat az innováció értelmét illetően, mert az elmúlt 15 évben fokozatosan alakult ki ez a gyakorlat, amelynek következtében 2010-re a magyar innováció sajnos sok jelentésrétegben a korrupcióval és a visszaéléssel lett azonos. Amikor az innovációs forrásokat nagyon sok esetben nagyon sokan gazdasági szerencselovagok, beruházási szerencselovagok, vagy fogalmazunk úgy, hogy innovációs szerencselovagok, valójában nem újításokra, nem felfedezésekre fordították, hanem lepapírozták a kormányzati támogatásokat, illetve a kormányzati lehetőségeket, és saját gazdagodásokra fordították. Ezt le kellett zárnunk, át kellett vizsgálnunk az innovációs forrásokból adott pályázati pénzeket, át kellett vizsgálnunk azoknak a hasznosulását, ez bizony időbe telt, de most már le kell zárnunk ezt a folyamatot, és meg kell hirdetnünk az új innovációs pályázatokat. Éppen ezért hadd közöljem önökkel azt az örömteli hírt, hogy március 30-ával, tehát a hazai, a magyar innovációs nagydíj átadásával bezárólag újfent meg tudjuk hirdetni az önök által olyannyira várt innovációs pályázatokat, tehát napokon belül ismét megnyílnak a pénzforrások, az innovációs tevékenységek ösztönzése irányába. Ugyanakkor nem csak pénzt teszi az innovációt, hanem a támogató kormányzati magatartás is. Olyan intézményrendszer kiépítése, amelyet nem akadályként, hanem segítőként élnek meg az innovációban dolgozók. Hogyha azt érzik, hogy az intézményrendszer a bürokratikus eljárásaival akadályozza azt, hogy a felfedezéseket, találmányokat, újításokat minél hamarabb a nemzetgazdaság szolgálatába lehessen állítani, akkor hiába vannak a pénzügyi támogatások, mert ezek az innovációnak ezen termékei el fogják hagyni az országot. Viszont ha meg tudjuk nyitni az intézményrendszert, akkor van lehetőségünk arra, hogy az eddigieknél fokozottabban tudjuk hasznosítani az önök termékeit, az önök találmányait, az önök újításait. Ennek az egyik első eleme talán az ENKIT, amely a csúcson, a kormányzati döntéshozatal csúcsán próbálja befolyásolni az eddigieknél is hatékonyabban és erősebben a kormányzati döntéshozatalt, hogy egy innováció barát környezetet alakítson ki. Innen kell lefelé mennünk. Minisztériumi szinten, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szintjén, és aztán pedig lejjebb menni az államigazgatásban, kormányhivatali szinten,
illetve az önkormányzatok szintjén is meg kell teremtenünk az innováció barát környezetet. El kell érnünk azt, hogy az innováció ne csak jelszó legyen a magyar politikában, hanem mindennapos gyakorlat, azaz meg kell teremtenünk azokat a csatornákat, azokat a tapadási felületeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az innovációk minél rövidebb úton, minél gyorsabban érvényesüljenek a nemzetgazdaságban. A világ ugyanis nem fog ránk várni. Észtország, Szlovénia és Csehország úgy gondolják, hogy nem csak pénzben, de kormányzati koncepciók megfogalmazásában is innovációbarátnak kell lenni. Mi, amikor egy európai gazdasági válság közepén határozzuk meg az innovációhoz való viszonyunkat, akkor értelemszerűen nem lehet más válaszunk erre, mint az, hogy az eddigieknél is nyitottabbnak, fogékonyabbnak és összeszedettebbnek kell lennünk az innovációhoz való viszonyunkban. Vagyis magának a kormányzatnak a hátralévő két évben, amely a következő választásokig még előttünk áll, minden eddiginél fókuszáltabb szemléletmódot és aktívabb hozzáállást kell mutatni az innovációs szféra irányába. Fókuszáltabb szemléletmódot, azaz mindennél pontosabban meg kell határoznunk, hogy az innovációk körében melyek azok, amelyeket a jövőre vonatkozóan mi támogatandónak tartunk. Ez nem azt jelenti, hogy innováció és innováció között értékelvű különbséget szeretnénk tenni. Egyeseket kevésbé értékesnek, másokat értékesebbnek szeretnénk megnevezni. Ez azt jelenti, hogy nekünk, mint döntéshozóknak a közjó szempontjából, a nemzetgazdaság jövője szempontjából rangsorolnunk kell területeket, és rangsorolnunk kell innováció típusokat. Ezek időről időre változhatnak. De ha nem adunk világos fókuszt, akkor önöktől nem várhatunk el kellő aktivitást. És egy fair, tisztességes magatartást kell tanúsítanunk, azaz kiszámíthatóságot, pontosságot, alaposságot és magas színvonalú ügyintézést kell tanúsítanunk az önök irányába. Hiszen kutatómunkát csak úgy lehet végezni, hogyha nem kell önöknek állandóan a változó külvilág, a változó feltételrendszer hányattatásait követni és azokat túlélni. Hogyha állandónak tekinthetik azt a környezetet, amelyet az állam garantál az önök számára, hogy minél nyugodtabban és minél hatékonyabban végezhessék a munkájukat. Tudom, hogy a hátralévő két évben rengeteg munka van. Mi, amit eddig elvégeztünk, az eddigi bő másfél évben, az ENKIT keretében, illetve az innováció pénzügyi feltételeinek és jogi feltételeinek biztosításában, az inkább egyfajta leltár volt. Most nyithatjuk meg az új fejezetet, amelynek következtében az innováció az elkövetkező két évben már mindennapos részévé válhat a nemzetgazdasági stratégiáknak, nem csak a megfogalmazás szintjén, hanem a hasznosulás szintjén is. Ahhoz kérem a segítségüket, hogy az elkövetkező két évben minél sikeresebbek legyünk ezen a területen. Ugyanis ez közös érdekünk, a közjó gyarapítására szegődtünk, ki a maga területén, és ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha a szövetségre lépünk egymással. Köszönöm szépen a figyelmüket.